Heidi, második évad. Fent az óriás csúcsok közt él egy kislány, úgy hívják, hogy Heidi. Ezüst albok hómezőim, bátyó és kutyája vigyáz rá. Heidi, süt rád a szép nap. Heidi, csodás a holnap. Heidi, sok élmény vár még rád. Sok élmény vár még rád. Sok élmény vár még rád. Nagyapa, akit megviselt egy korábbi baleset, nem tudott segíteni Heidin egy veszélyes helyzetben, mert elájult. Heidi! Nagyapa, nem tudja félhúzni onnan! Megfogtam! Ez az eset rádöbbentette az öreget, hogy el kell mennie egy specialistához. Veszélybe sodortalak téged az önfejűségemmel. Heidi nem akarta elengedni a nagyapját egyedül, ezért a tudta nélkül ő is felszállt a vonatra. De mit keresel itt? Megyek veled Frankfurtba! Ha majd jobban leszel, akkor együtt visszajövünk, és minden úgy lesz, ahogy rég. Az elhatározás. Gyia te, gyia! Két hár, egy, két hár, egy, két hár, egy és két és hár. Csúsztasd a lábadat, Clara. A kart magasabbra. Oh, elnézést, Linke kisasszony. Ma figyelmetlen vagy. Minden rendben? Hát igen, ez Heidi miatt van. Hamarosan itt lesz. Á, Heidi, a barátnőd a hegyekből. Igen, a nagyapjával jön. Sebastian kiment értük az állomásra. Értem. Folytatjuk? Egy, két, hár. Egy, két, hár. Egy, két, hár. Egy, két, hár. Gyia! Yeah! Oh, oh! Ernst úr, megér... Kezdtünk. Gyorsan, nagyapa! Micsoda izgalom! Heidi, kedves! De te, néni! Úgy örülök, hogy látlak. Köszönöm, Sebastian. Szolgálatára, uram. Édes kis Jön, Heidi. Irány az istálló. Meyer úr! Örülök, hogy újra látom, kisasszony. Jó napot, üdvözlöm Frankfurtban. Ó, de... Jaj, kisasszony, olyan régen láttam. Ó, szervusz, Adelaide. Isten hozott, bátyó. Szervusz, Dete. Örülök, hogy látlak. Én is örülök, bátyó. Gyertek be. Ne álljunk itt kint, nagyon hideg van ma. Készítek kávét és forró csokoládét. Nézd, nagyapa, az a könyvtár ajtaja, az még a zeneszobái. Majd meglátod, hatalmas. Na hát, ez a ház valóban gyönyörű. Sessman úr kérése az volt, hogy úgy fogadjuk önt, mintha ez lenne az otthona. Ez nagyon kedves. Heidi! Nagyapa! Úgy örülök, hogy újra látlak. Hát még én, drága barátnőm. Ó, ezek szerint táncolni tanulsz? Igen, majd megmutatom. De előbb hadd köszönjek nagyapának. Clara egy kis balerina. Na hát, ilyet. Így van. Meyer úr, Sessman úr elhívta Beckman doktort, hogy megvizsgálja. Itt várja a zeneszobában. Beckman doktor úr nagyon kedves ember, majd meglátod. Nem jöhetsz be velem az orvoshoz, Heidi. Ha? Miért nem? Mert négy szem közt szeretnék vele beszélni. És sokkal jobban fogod érezni magad Clarával. Igen, gyere, Heidi. Bemutatom a balett tanárnőmet, Suzannét. Majd meglátod, nagyon kedves. Erre? Doktor úr, hadd mutassam be Heidi nagyapját, Meyer urat. Meyer úr? Siess már! Jó, megyek! Magukra hagyom önöket. Köszönjük, kisasszony. Már nagyon sokat hallottam önről, Meyer úr. Örülök, hogy megismerhetem. Én is, doktor úr. Nem lehetek elég hálás azért, hogy engedte Heidit visszatérni szeretett hegyeihez. Ez volt a kötelességem. És ami engem illet, köszönöm. Köszönöm, hogy ilyen gyorsan eljött. Ó, nincs mit. Nos, mondja el, mik a panaszai. Elnézést, doktor úr. Na, így már jobb.
volt olyan fontos, hogy most eljöjjünk Frankfurtba. Nos, remélem az orvos gyorsan meggyógyítja a nagyapádat. Köszönöm, kisasszony. Én is remélem. Addig is, volna kedved megtanulni pár tánc lépést? De jó! Van kedved, Heidi? Hát, nem biztos, hogy menni fog. Biztos, hogy menni fog, meglátod. A tánc előz minden rossz gondolatot. Kérem, sóhajtson nagyokat, Meyer úr. Jó. Mennyire súlyos a dolog? Nos, a zuhanás következtében keletkezett duzzanat nyomja a gerincét. Akkor hát súlyos. Ez magyarázza a szédülést és az ájulásokat. És mit tanácsol, doktor úr? Van erre valami orvosság? Orvosság nincs, Meyer úr. Sürgősen meg kell operálnom. Operálni? Szó sem lehet róla. De uram, sokat fejlődött már a műtéti technika. Az én koromban lehet, hogy fel sem ébredek a műtét után, vagy örökre nyomorék maradok. Sajnos ez akkor is bekövetkezik, ha nem távolítjuk el a duzzanatot. Ja nem, a műtétet nem vállalom. Csak ön után, uram. És egy, és két, és hár, és négy. Most oldalra, és... Kérem, ne siess el! Nagyapa, kész van! Állok rendelkezésére, ha meggondolná magát. Melegen ajánlom, hogy vesse alá magát a műtétnek. Természetes, hogy fél az operációtól, de sajnos nincs más választása. Köszönöm szépen, de én már döntöttem. Holnap visszamegyek Dörflibe. Égönnel, uram! Akkor Isten áldja, Meyer úr! Köszönöm, Sebastian! Viszlát! Viszontlátásra, doktor úr! Nagyapa, miért nem akarod a műtétet, amit a doktor úr javasolt? Mert igazából nem szükséges. De az orvos szerint az. Ah, nem, ezt félreértetted. Tudom én jól, mit hallottam, nagyapa. Már végeztek. De te mindjárt felszolgálja a frissítőket a könyvtárban. Jól fog esni. Nagyszerű, köszönöm. Hosszú volt az út. El tudom képzelni. Várjon egy percet! Heidi, örülök, hogy újra látlak. Jó napot, doktor úr. Miért jöttél ki kabát nélkül? Tudnom kell, mi van nagyapával. Nos, ez bizalmas dolog, tudod? Könyörgök. Meg kéne őt műteni, de nem akarja. De miért? Olyan veszélyes. Ez valóban egy nehéz operáció lenne. De már sikeresen megoperáltam egy szegény kislányt, aki balesetet szenvedett. A felépülési időszaka után újra azt az életet élheti, amit azelőtt. Tudja esetleg, hol lakik ez a fiatal lány? Frida? Sajnálatos módon ő árva, és az utolsó vizsgálat óta nem tudok róla semmit. Na, most menj vissza és melegedj meg, mielőtt megfázol. Igaza van, doktor úr. Köszönöm. Viszontlátásra! Heidi, hol voltál? Teázol velem? Mindjárt elmondom. Inkább sétáljunk egyet. Gyönyörű idő van. Köszönöm. A zeneszobában rossz az egyik széklába. Szívesen megjavítom. Ön soha nem pihen, Meyer úr. Heidi szeretne sétálni egyet a városban. Ugye elmehetünk, kisasszony? Elmehettek, feltéve, ha korán hazatértek. És itt maradtok a katedrális közelében. És jól felöltöztök, és vigyáztok a hintókkal, amikor átkeltek az utcán. Szóval azt hiszed, nagyapa fél a műtéttől? Tudod milyen, nem ismerné be. De ha ez a Frida elmondaná, hogy velem minden rendben volt, talán meggondolná magát. Ha egyáltalán megtaláljuk. Frankfurt hatalmas város. Talán Rudi segíthet nekünk. Találkozol még vele? Igen, persze. És igazad van, ő mindenkit ismer. Akkor siessünk! A zenéért, hölgyeim és uraim! Adakozzanak a vidám zenéért! Rudi! Ez
hihetetlen! Heidi! Örülök, hogy újra látlak! Én is örülök! Klára hercegnő, mély hódolatom! Nos, igazán örvendek, Rudi uraság! Hallja, miben segíthetek? Rudi, Heidinak kéne segítség! Szívesen, bármiben! Köszönöm, Rudi! Egy árvalányt keresünk, bizonyos Fridát! Frida? Ismerek egy Fridát, almát árul az óvárosban. A mi Fridánknak volt egy balesete. Ő az! A házi nénie visszaküldte dolgozni nem sokkal az operációja után. Tudod, hogy hol lakik? Hát persze! Hozom a verklit és mehetünk! Köszönöm, Rudi! Ott lakik, a lépcső alján. Gyerünk, gyerünk, mindenki a helyére. Aztán üres kosarakkal és teli zsebbel gyertek haza. Igyekezz már, te lustaság! Ő a házi néni, Decker asszony, gonosz nő. Ő irányítja a környékbeli gyerekeket. Úgy tesz, mintha törődne velük, de kihasználja őket. Igen, szegények mind neki dolgoznak. Frida! Jössz végre, vagy sem? Itt vagyok. Indulok, Decker asszony. Ő az! Ő Frida! Stálkodni, szépségem! Addig ne gyere vissza, amíg legalább 30 almát el nem adtál. De hogy adhatnék el ennyit egy nap alatt? Hát úgy, hogy keményen dolgozol. Tegnap csak 24-et adtam el, és késő estig kint voltam. Ta-ta-ta! Azt mondtam, hogy legalább 30-at. 30-at. Ezt nézd meg! Egy újabb levelet küldtek, amiben pénzt kérnek. Látni akarod újra Ulrichot? Igen, hát persze. Akkor menj dolgozni! Szia, Frida! Emlékszel rám? Én vagyok az a Verklis a katedrális mellől. Te vagy Rudi, ugye? Személyesen. És mit akarsz? A barátom Heidi szeretne beszélni veled. Szia, Frida! A nagyapámnak olyan műtétje lenne, amilyen neked volt, de attól fél, hogy nem sikerül. És megköszönnénk, ha elmondanád neki, hogy te meggyógyultál. Sajnálom, de nincs időm. Ha nem adok el estig 30 almát, lehet, hogy többé nem látom viszont az öcsémet. A levél miatt, amit a házi nénit mutatott? Igen. Azok, akik befogadták Ulrichot, pénzt kérnek az ellátásáért. Ha nem kapnak, akkor kirakják őt. De Decker asszony azt mondta, ha elég pénzt összegyűjtöttem, idehozza az öcsémet, hogy velünk éljen. Sajnálom, de mennem kell. Frida, ha eladjuk az összes almádat, akkor eljössz a nagyapámhoz. De az nyilvánvaló, hogy nem vagytok utcai járusok. Vegyenek szép almát! Szép almát! Ki szeretne egy gyönyörű almát? Kérem, uram, nézze, milyen zamatos ez az alma! Menj innen, te kis élősködő! Micsoda? Élősködőnek hívott csak azért, mert egy almát kínáltam neki. Az emberek gyakran ilyenek, tudod? Nem könnyű az élet az utcán, Heidi. Add kölcsön a verklit. Ha akarod. Kösz! Általában hol árulsz almát? Hát ott. Rendben, akkor gyerünk! Muzsika és alma, hölgyeim és uraim! Alma és szép muzsika egy áráért! Köszönöm, ifjú hölgy! Egy apró pénzasszonyom és a barátnőm ad önnek egy almát! Köszönöm, asszonyom! Én ilyen gyorsan még soha nem adtam el almát! Nem hagyjuk abba, amíg minden nem fogyott! Frida, akkor beszélsz a nagyapámmal? Hát én... Hé, ne félj, majd elkísérlek. Jó, rendben. De Decker asszony nem láthat meg almát árulni, mert ez az ő területe. Azt hinné, a vetélytársai küldtek, akik számára ellenségek. Jó, ne aggódj, óvatosak leszünk. Köszönöm, Frida. Majd itt találkozunk. És most, Heidi, munkára.
Egy alma és egy kis muzsika sokkal szebbé teszi a napját, uram. Inkább forró gesztenyét kellene árulnotok. Hideg van most az almához. Muzsika és alma, hölgyeim és uraim! Alma és szép muzsika egyáráért! Hát, ha szerencsénk van, Sebastian az inas nyit ajtót. Sajnálom, de már adakoztunk az utca gyerekeknek. Nem koldulni jöttünk, asszonyom, hanem... Ez nem jó. Heidi számít ránk. Nem hagyhatjuk cserben. Próbáljuk meg újra. Jobb ötletem van. Gyere! Oda! Hölgyeim és uraim, egy finom alma és szép muzsika egy kenyiske pénzért! Még csak 9 almát adtunk el. Annyi nem elég. Ki kell találnunk valami mást? Az biztos, Heidi, de mit? Táncolhatnál? Gondolod? Ó, igen, rajta próbáld meg, kérlek! Honnan tudtál a falba rejtett kulcsról? Szoktunk néha találkozni Klárával. Bárcsak én is ilyen ügyesen bánnék a szerszámokkal. A cipőpucolás jobban megy, mint a faragás. Tudja, Rottenmeier kisasszony nagyon kényes Szeszman úr cipőire. Ha, elnézést, kik vagytok, gyerekek? Jó napot, uram! Ön Heidi nagypapája? Talán történt vele valami? Nem, nem, jól van, ne aggódjon miatta. Heidi küldött minket. Ó, és mégis miért? Heidi megkért, hogy beszéljek magával. Hogy beszélj velem? Higgy el, Decker asszony, nem ismerem őket. Mi? Idegen almaárusok? Az én területemen? Fogd meg, mindjárt jövök. 11, 12 és 13 frank. És egy almánk sem maradt. Akkor sikerrel jártunk. Remélem, Rudi és Frida találkozott nagyapával. Hamarosan visszajönnek. Jaj, ne! Heidi, oda néz! No. Gyorsan, futás! Hé, hey, ti ott! Azonnal gyertek vissza! Decker asszony, nagy bajban lesznek, ha elkapja őket. Vigyázz a Verklimre, majd én elintézem. Gyere, Clara, gyorsan! Várj, Heidi! Nem bírom tovább. Gyere, Clara, csak még egy kicsit, különben elkap Decker asszony. Kérlek, hadd fújjam ki magam egy kicsit. Gyere! Megtalállak titeket, kis tolvajok! Majd meglátjátok! Megkeserülitek, hogy az én területemen dolgoztatok! Nem menekültök meg! Jobban vagy? Mehetünk? Igen. Heidi! Clara! Hé, itt fent! Rudi! Miért mehetsz fel oda? Tudom, hogy szabadulhatunk meg az asszonytól. Csaljátok be az első utcába jobbra! Rendben! Jó! Ha, nincs értelme bujkálni! Úgy is megtalállak! Kész vagy, Clara? Gyerünk! Ha! Megvagytok, kis nyomorultak! Várjatok, mindjárt elkaplak! Meg ne lássalak itt titeket még egyszer! Kösz, Rudi!
kedves vagy. Szívesen tettem, hölgyeim. Itt a kosarad, Frida. Ó, az összeset eladtátok. Ahogy megígértük. Ó, köszönöm, Heidi. Köszönöm, Clara. Hála nektek, talán viszont láthatom a kisöcsémet. Ma pedig pihenhetsz még egy kicsikét. Mi van nagyapával? Mondott neked valamit? Végighallgatott, de nem biztos, hogy meggondolta magát. Köszönöm, Frida. Soha nem felejtem el, amit tettél. Ne maradjatok itt sokáig, lányok. Decker asszony biztos hamarosan visszajön. Igen, siessetek. Remélem nem sokára újra találkozunk. Ég veled. Szervusz, Frida. Nos, mit gondol, kisasszony? Így kényelmesebb, nem igaz? Maga igazán nélkülözhetetlen, Meyer úr. Halihó! Már meg is érkeztünk. Nagyszerű, jobb, ha melegben vagytok. Készítek forró csokoládét. Megyek és segítek, kisasszony. Te csökönyös kis özvér. Nos, te győztél. Vállalod az operációt? Ha a kis Frida ilyen bátran alávetette magát, hogy nézne az ki, ha én megfutamodnék? Ó, nagyapa, annyira örülök ennek. Holnap reggel elmegyek Beckman doktorhoz az első vizsgálatra. Köszönöm, nagyapa. Nekem kell köszönetet mondanom, kis Heidi. Ott, látod? Az ott a nagy medve sok csillaga. Na hát... Ó, egy hulló csillag! Kívánjunk valamit! Rendben. Én azt kívánom, hogy Frida megtalálja a kis öccsét. Én is. Így nagyobb esély van rá, hogy valóra válik. A Szinkron az MTV a megbízásából a Mahír stúdióban készült.